Rossz előjelekkel készült idei utolsó hazai mérkőzésére november 3-án a Kiskunfélegyházi Vasutas. Az együttes régóta nem tudott nyerni, sőt az utóbbi találkozóin több kiütéses vereséget is elszenvedett. A Vasutas ellenfele a Harka Kötöny ezzel szemben a bajnokság élmezőnyéhez tartozik, ezért a mérkőzés esélyeseinek is ők számítottak. A találkozót az erőviszonyoknak megfelelően a vendégek kezdték jobban, fölényük a 38. percben érett góllá, amikor is Murányi Attila talált a hálóba. A szünetig nem változott a játékképe, a félegyháziak elsősorban gyors megindulásokból próbáltak építkezni. Az 58. percben egy hátul eladott labda végül megpecsételte a Vasutas sorsát, a helyzetet Kovács István értékesítette. A félegyháziak ezt követően több ígéretes támadást vezettek. A 70. percben Fodor Ferenc révén ugyan szépíteniük sikerült, de az egyenlítésre már nem maradt erejük, így ismét vesztesen hagyták el a pályát. A Harka Kötönyiek edzője, Kondákor Ferenc csupán az eredménnyel és nem a mutatott játékkal volt elégedett. Sok problémával küzdöttünk, különösen sérültjeink voltak, és voltak, akik sérülten vállalták a mérkőzést. Az egyik legjobb játékos a hetek óta nem tudott játszani, most azért kellett vállalni, mert bizonyos játékosai munkai elfoglaltság miatt nem tudtak itt lenni, és hát meg is sérült, és lehet, hogy a jövő hétre ki is esett. Hát nehéz mindig, a kötelező győzelmek sokszor a legnehezebbek. Egyik kicsit ideális volt, egy kicsit a talaj is túl kemény volt, nem kedvezett a folyamatos játéknak. Borzasztó rosszul megtréfálta a játékosokat, nagyon rosszul pattogtak el a labdák, de egyébként azért magunk számára tettük nehézé a mérkőzést. Voltak 3-4-szer álltunk a második félidőben a kapussal szemben, tehát az ígyszereket jobban ki kell volna használnunk. Hát mai ennyire volt elég. A Vasutas részéről Abonyi Péter technikai vezető elmondta, változtatásokra van szükségük a jobb eredmény elérésére. A csapat morálját mivel lehet javítani? Hát most végre lesz a bajnokság, még van egy mérkőzésünk hátra, és hát nem tudom, mert tavasszal egy kicsit jobb fölkészüléssel meg kell edzőt kell nekünk a csapathoz szereznünk, mert sajnos nincs edzőnk, és ez meglátszik a csapaton. Mindenki nagyon okos, senki nem hallgat senkire, úgyhogy ez sajnos látszik a csapat teljesítményén is. Én nagyon remélem, hogy lesz egy-két játékos, aki talán tud nekünk segíteni tavaszra, és bízom is benne, hogy jönne is fognak. A félegyháziak az idei utolsó mérkőzésükön november 9-én szombaton délután 13:30-kor az ugyancsak 7 pontos Helvécia otthonába lépnek pályára.